vagyunk a Hősök terén, az influencerek tüntetésén. Brutál nagy a tömeg. Gyakorlatilag már a Podgoricki utcától lezárta a rendőrség az ide vezető utat. Annyian jönnek még folyamatosan, több tízezren vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nem csak az ellenzéknek, hanem az egész országnak elege van abból a fertőből, amit az elmúlt években a Fidesztől láttunk. Ugye kiderült, hogy a háromból nem csak két köztársasági elnök bukott meg gyakorlatilag olyan morális hibák miatt, ugye Schmidt Pál és Novák Katalin, vagy egy botrányba keveredtek, mint Schmidt Pál, vagy pedig ugye, mint Novák Katalin jegyelmet adott egy pedofil mosdatónak, egy pedofil bűnelkövetőnek, hanem ugye kiderült, hogy Áder János is gyakorlatilag egy köztörvényes bűnözőt engedett szabadon, egy olyan fideszes volt Balmazújvárosi polgármester, akit a bíróság jogerősen 5 évre elítélt. Azóta is egyébként ez a nő egyetlen egy percet nem töltött börtönben, mert Völner Pál, Varga Judit akkori államtitkára ugye kiárta neki, hogy elhalasszák a büntetése letöltésének megkezdését egészen addig, amíg néhány év múlva Áder János nagy titokban nem adott neki kegyelmet. Na hát ez nem a kétharmad, hanem ez a fideszes háromharmad. Három köztársasági elnökből három bukott meg. Elegünk van ebből a morális fertőből, ebből az aljas pedofil mostató kormányzásból. Ezért vagyunk most itt a Hősök terén. Nem sokára kezdenek az influencerek akkor, úgyhogy még van időtök idejönni, hogyha pedig nem tudtak idejönni, akkor kövessétek élőben a beszédeket. És most itt az ideje, hogy összefogjon az egész ország, megtisztítsuk hazánkat ettől a fertőtől, és megmutassuk azt, hogy igenis lehet tisztességesen úgy kormányozni, hogy a köztársasági értékeket képviseljük, a demokratikus értékeket képviseljük, és megvédjük a védtelemeket, nem a hatalmasokat szolgáljuk ki. Mi is azért vagyunk most itt, mert egy ilyen országban akarunk élni, gyertek mi is!